Na, jó estét kívánok! Köszönöm, hogy ennyien eljöttek. A Magyar Kerékpáros Szentendrei csoportjának a szervezésében létre ez az esemény, és annak kapcsán szeretném egy kicsit mesélni magunkról, hogy ugye a most megszavazott SMS szerint ilyen civil kerekasztalok létrehozásával szeretnék a civileknél megkeletkező szakértelmet igénybe venni, és ezügyben szeretnénk egy kicsit prezentálni magunkat, hogy erre a feladatra gondoljanak majd ránk. Úgyhogy három fogunk előadni. Az első előadó Halász Áron lesz, aki a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációi felelős vezetője, és pontosítod a titulust, hogyha valamit elmondtam benne, és utána pedig Vörös Csaba, majd végül én mondok még egy pár szót, majd akkor át is adnám neked a szót. Köszönöm szépen. A titulus nem fontos, az Áron elég nagy érzi. Nem megyek fel oda. Köszönöm szépen a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek. A Kerékpáros Klub most egy ilyen roadshow-t indított el ma, az első kerületi önkormányzatban kezdtünk délelőtt, és fel fogjuk keresni az összes olyan önkormányzatot, ahol még nincsen kapcsolat a vezetéssel, új vezetés lett, és szeretnénk felajánlani a partnerségét a Kerékpáros Klubnak a szakértelmét abban, hogy kellemesebben élhetőbb városokat tudjunk közösen létrehozni. Hát most Szentendréről lesz szó, de én nem szeretnék annyira kizárólag Szentendrével foglalkozni, hanem inkább általános dolgokat hoztam, és hogy ezt hogyan tudjuk erre a városra vonatkoztatni. Hát elsősorban, hát jövök akkor ide, én is meg lehet, hogy én is tudok puskázni. Azt a kérdést szoktuk feltenni, és most nem is fogok annyit a kerékpározásról beszélni, a végén mégis egy kicsit igen, de mindig azt szoktuk mondani, hogy nem a kerékpározásról kell beszélni olyankor, amikor a kerékpározásról beszélünk, hanem hogy milyen településen, milyen környezetben szeretnénk élni. Az első városokat most tegnap direkt utána néztem, hogy a 6000 évvel ezelőtt alapították, jó voltam történelemből, de ezt már kezdtem elfelejteni, de az megmaradt, hogy a cél ugye az volt, hogy könnyebben tudjunk hasznot hozni abból, hogy együtt vagyunk sokan. Könnyebben tudjunk kereskedni, könnyebben tudjunk eszméket cserélni, ilyenkor virágzik a kultúra, az oktatás, szabadidőt el tudjuk tölteni, és gyakorlatilag ugye ez lenne a városi élet funkciója ma is, viszont a közlekedés ez nagyon rányomta a bélyegét arra, hogy hogyan élünk a városokban. És érdemes feltenni azt a kérdést, hogy még mindig úgy van-e, mint régen, tehát hogy arra használjuk a várost, amire való. A közösség élet funkciói azok megvannak-e még, vagy a közlekedés annyira rányomta a bélyegét, hogy inkább mi vagyunk a közlekedésért, és nem ő értünk, tehát nem a mobilitás nem segíti az életünket, hogy a városban működni tudjunk, hanem lehet, hogy már esetleg nehezíti. Tehát ezt szerettük volna-e. A reklámokban, amikor emberek Szentendrére költöznek, valószínűleg a baloldali képet látják, tehát egy madárcsicsergős, kellemes, zöld környezetbe vágynak, amikor ide költöznek, és hát ugye egyre többen vannak, akik az agglomerációban keresnek otthont, és utána találkoznak a realitással, a hosszú dugókkal, reggel befelé, délután, este fele vissza, egyre hosszabb időtávban, és akár már hétvégén is. Hát nekem volt szerencsém most valamelyik naposabb hétvégén végig döcögni a 11-es utat, elnézést kérek. Négyen voltunk egy autóban, úgyhogy azt talán még megéri, de nem volt egy kellemes élmény. Egészen a Békásmegyeri Pünkösdfürdő utcai sarokig ment a járta sor szinte. Hát eltartott egy darab, ideigát tudtunk beszélgetni. De nem ezt vártuk azért, amikor, hogy nem ezt várjuk egy várostól, főleg nem az agglomerációban, és egy olyan helytől, amit ugye Szentendrével alkotott képünk, az egy kicsit talán más. És amikor arról beszélünk, hogy milyen városban szeretnénk élni, akkor mindig el szoktuk mondani, hogy nagyon jó az a város, ahol lehet gyalogolni, ahol lehet kerékpározni, ahol a közösségi tereket arra tudjuk használni, amire való. De még amikor elkezdtem a Kerékpáros Klubnál
még ilyen aktivistaként 12 évvel ezelőtt László János volt talán, aki mondta nekem, hogy nem tudom honnan származik az idézet, hogy amikor a kerékpározásról, gyalogos közlekedésről, közterek fejlesztéséről beszélünk, akkor igazából az autóközlekedésről kell beszélni, mert amikor a kerékpározást segíteni akarjuk, vagy a gyaloglást segíteni akarjuk, akkor mindig bele fogunk ütközni valamibe, ami a gépjármű forgalommal kapcsolatos. Legyen az parkolás, legyen az sebességhatárok, vagy csak egyáltalán a forgalmi sávok. És hát ebből van elég itt Szentendrén, de ez nem egyedül szentendrei probléma, ez a világon mindenhol így van. Az embereknek több pénze van, akkor fogyasztanak, és szeretik az autót. És ez Szentendre ugye a hatodik leggazdagabb város állítólag, és a második ebben az osztóban, ami az 1000 főre jutó személygépkocsikat ábrázolja, itt 390 volt, ez egy tavalyi adat, tavalyi év elejé, és Budapesten ott leghátul egyébként pirossal, és Szentendré csak fótelmezi meg. Kicsak a gyereket is? Hát ez egy statisztika. Azt lehet látni, hogy olyan települések vannak legelől, ahol azért hagy némi kívánivalót maga után a tömegközlekedés is. Tehát nyilván érthető, hogy miért történik mindez, de azért fel kell tennünk a kérdést, hogy ezt akartuk-e úgy összességében. A város szétfolyásnak nagyon nagy irodalma van az egész világon. Most egy kanadai képet hoztam, mert szép színes, és nagyon sok adatot felvittek rá, majd amikor feltöltöm a netre ezt a prezentációt, akkor jobban lehet élvezni. Ugye van róla szó a balesetekről, természetkárosításról, természetrombolásról, az építkezési költségekről, a levegőszennyezésről, és mindezt ellátó infrastruktúráról is. De hogy ez nem volt mindig így a világon sem, Magyarország egyébként régen is kerékpáros ország volt, és még ma is az, ezt sokan nem hiszik el. Sajnos egyébként Budapest után pont a Pest megye az, ahol a legkisebb a kerékpáros arány a mindennapos közlekedésben, de amikor végigfutattam a Fortepán szentendrei képeit, akkor nagyon, hát legalább a felén valahogy a bicikli ott volt, vagy a háttérben, vagy akár az előtérben, ez itt készült ugye egy sarokra tőlünk ez a kép, 64-ben. 72-es képen már nagyon érdekes, észre lehet venni, mi változott. Ott a kerékpár, ott is van egy kerékpár, emberek sétálnak az utcán, viszont az ő mozgásokat már korlátozzák ezek a láncos oszlopok, körbe az egész kültére, ma már nyilván elképzelhetetlen lenne, de hát a motorizáció hatására ugye nyilván balesetek történtek, helyet kellett adni a gépjármű forgalomnak, és ezzel jönnek mindig azok a dolgok, amiket kapunk ilyen mellékesként, mellékhatásként, a légszennyezést, a zajt, és az igényt arra, hogy még több területet adjunk át a gépjármű forgalomnak. Van egy ilyen elmélet, ez a gerjesztett keresletről szól, hogy ugye előbb jelentek meg az utak nálunk Magyarországon, előbb lettek szélesek, mint ahogy azt fel tudtuk tölteni autókkal, mert hát tudjuk, hogy hogy lehetett autót vásárolni még mondjuk 30 évvel ezelőtt is. De utána ezt feltöltöttük, és megint igény volt arra, hogy nőjenek az utak. De amikor megnőttek az utak, azokat is feltöltöttük. És hát most már az egész világon igazából van egy ilyen irány, hogy akkor ezt próbáljuk meg megállítani, és másképpen működni tovább. De azért, hogy visszatekintünk a történelemben, ugye először volt az ember, aki fölült egy lóra, nagyon könnyen el tudtak jutni A-ból B-be. Aztán megjelent a kerékpár, az hát gyakorlatilag a lóval volt hasonlatos, és megjelent a tömegközlekedés, a lóvasút, aztán a villamosvasút, omnibusz, ami egy kicsit bonyolultabban tudott közlekedni, ugye nyilván egy speciális járműről beszélünk. Aztán megjelent az autó is, annak is kicsit bonyolultabb volt a helyzete, és nem is mindig lehetett vele elérni a B-pontba, de azért már ott volt. Nagyon érdekes, hogy ezt a képet egyébként Dániában csinálták, és Észak-Amerikától Japánig szokták kivetíteni előadásokon. Tehát nem én találtam ki, nem én rajzoltam, de ugyanúgy érvényes Magyarországra is, hogy manapság már az autóélet a legegyszerűbb mód, hogy eljussunk A-ból B-be. A tömegközlekedéssel ugye kitérőket teszünk, megállókat teszünk, kicsit nehézkes közlekedni, gyalogosokat néha leküldjük egy aluljáróba, néha át kell építenünk kell nekik valamilyen átjárót, ez általában egy felüljáró, hogy könnyebben tudjon haladni a motorizált forgalom.
És a kerékpárral meg néha kitérőket teszünk, néha véget ér, le kell szállni, tolni kell egy kicsit, vissza kell fordulni esetleg, utána egy újabb kitérő jön, és hát hogyha akarunk, akkor eljuthatunk a B pontba, de nem olyan könnyen. Miközben egyébként úgy látszik, hogy az autó közlekedés a legnépszerűbb Magyarországon, de nem az. Tehát lehet, hogy sok autó van, és lehet, hogy sok helyet foglalnak, de a lakosság, ez egy tavalyi felmérésünk, reprezentatív felmérés, országos szinten 63%-a nem autóval indul el reggel, 17%-a kerékpárral indul el, ez Pest megyében egyébként 8%, itt a tömegközlekedés nagyon magas az autózás mellett, illetve azok aránya nagyon magas, mert megnéztem egy 2011-es adatot talán Szentendrére, akik két eszközt használnak, tehát valamivel elmennek mondjuk egy tömegközlekedési csomópontba is átszállnak. 37% használ napi rendszerességgel autót Magyarországon. És eljátszottam ezzel egy kicsit. Vannak olyan elméletek, amik ugye a helyi igényt szokták nézni, azt szokták nézni, hogy amikor ugye a gépjármű forgalomnak kedvezünk, akkor annak milyen igényei vannak, hogyan kell utakat építeni, hogyan megyünk el mondjuk bevásárolni. Amerikában ugye vannak, minden évben hálaadás most lesz, megjelenik az a videó, amikor Los Angelesnél egy nagyon hosszú, piros-fehér, egymásba érő lámpasor, egy tömött autópályán annak a leágazásain, és ugye ott vannak az óriási kiterjedésű bevásárlóközpontok, egy barátom volt nemrég kint valahol Amerikában is posztolta a Facebookra, hogy hát ő leugrott a boltba, 10 percet autózott. De nem kell ennyire messzire menni azért, hogy lássuk, hogy milyen ez. A budakalászi Osan és környéke az ugye az egész környezetnek nagyjából a bevásárló központja, ahova elmegyünk egy heti nagy bevásárlásra. Nagyon praktikus, mert be tudunk mindent rakni a kocsiba, hazavisszük, a gyereket is el tudjuk vinni. Én is mentem sokat, amikor gyerek voltam, és egyébként néha én is beszoktam oda menni. Van McDonald's is mellett, hogyha megéhezünk. De nem gondolnánk egyébként, hogyha ezt rátesszük Szentendrére, akkor szinte az egész belváros lefedik. Tehát valahol most itt vagyunk, talán itt, és hogy itt, hogyha ezt a Dunakeszi Osan, milyen Budapalászi Osanra vetítjük, Dunakeszi is meg hasonló, akkor valahol itt lennénk a parkolóban, és a 11-es út az széle az itt a húsosztály mögött található, vagy a halaspult mögött. Nyilván ez egy elnagyolt dolog, nem számoltam a domborzattal, de meglepő tud lenni, engem legalábbis meglepett, hogyha összenézzük ezeket a helyi igényeket, hogy mi minden térbe lehet ekkor a területbe. És azért kevésbé viccesen vannak ennek ugye tünetei is. A pár éve indult egy zebrazászló mozgalom, én nem támogattam egyébként, hogy a kerékpárosoknál sem szoktuk azt mondani, hogy ez egy jó megoldás lenne, hogy a jogosan átkelni próbáló embereket még arra is rákényszerítsük, hogy lobogtassanak egy zebrát, hogy ugyan engedjék már át őket és ne üssék el, de ez inkább egy segélykiáltásnak fogható föl. Nagyon érdekes, hogy a legtöbb ilyen zászló, ami kikerült, az ugye valamilyen civil kezdeményezésből került ki, és főleg a budapesti agglomerációban vannak, vagy főleg mellette budapesti külső kerületekben. Ez mutatja azt, hogy a motorizáció hova jutott, és mennyire emberközpontúak ezek a területek. És akkor ilyenkor szokták feltenni a kérdést, hogy jó, nagyon szép, mit csináljunk akkor az autókkal, hova tereljük őket. Én is láttam ugye olyan rajzot, ami egy újabb elkerülő utat rajzolt föl Szentendre köré, alagúttal a hegyek alatt, tehát én nem tudom, hogy annak, arra mikor lesz pénz. Viszont az ingyen van, hogy egy kicsit átgondoljuk, hogy miről beszélünk. Ugye van az elképzelés, és kimegyünk a 11-es útra, akkor láthatjuk, minél több autó tudjon átmenni egy adott ponton. Nagyon sokszor ebben mérjük egy útnak a kapacitását. Viszont érdemes inkább arról beszélni, hogy hány ember tud átmenni azon a bizonyos ponton. Budapesten a Láncid most erre egy nagyon jó vita, hogyha olyan eszközöket használunk, ami hatékonyabb, tömegközlekedést, kis helyen is elkerülő kerékpározás, segítjük a gyalogos közlekedést, akkor lehet, hogy nagyobb áteresztő képességet nyerünk cserével. És ez talán megválaszolhatja a kérdéseinket. Egyébként a helyi igényről nagyon jó ábrák szoktak születni. Ugye itt arról van szó, hogy 10 ember mennyi helyet foglal el, ezt Bécsben fotózták a bécsi nagykörúton, a tömegközlekedéssel, gyalog, de lazán állva, tehát nem nagyon egymáshoz szorulva a kerékpárral, nagyjából egy két autó, két és fél autónyi hely, de ők sem igazán összetömörültek.
És az átlagos autó kihasználtsággal számolva, ami nagyvárosi forgalomban Budapesten is 1,2-1,3 embert jelent, tehát hogy ennyien ülnek átlagosan egy szobányi méretű területen, az egész odáig a Bécsi Parlament utáni sarokig ér, ahol jön a következő villamos. De igazából egyébként a hely kihasználás, vagy a helyi igény ennél nagyobb tud lenni, mert hogyha azt nézzük, hogy mennyi hely kell adott sebességnél a megálláshoz, akkor már is többet kapunk, mint hogyha letesszük egymás mögé a kocsikat egy kisebb távolsággal. Kiszámolták, hogy metrókocsival, busszal, olyan busszal, ami lassan megy, olyan autóval, ami 40-nel megy, vagy 10-nel megy, egy emberül benne, vagy 5 emberül benne, egy kerékpár, egy ember és egy gyalogos, mennyi kell ahhoz, hogy meg tudjon állni, és itt a ugye, átlagos autó kihasználtság az 1,2-1,3 Budapesten legalábbis, neki 60 négyzetméterre van szüksége, hogy 40-ről lelassítson nullára. Azért az már, hogyha megnézzük, hogy sokkal nagyobb térkihasználás. Erre szokott választ lenni a kompakt város, vagy a kis távolságú városa elmélet. Tavaly előtt voltunk Hollandiában egy tanulmányúton, körbejártuk igazából az egész országot, Amsterdamtól kezdve felmentünk Gröningenig, Nijmegenbe mentünk a délkeleten, és nagyjából beszéltünk nagyon sok helyen polgármesterekkel, várostervezőkkel, alpolgármesterekkel, és az volt talán a fő gondolat, amit ők meséltek nekünk, hogy nem kerékpáros városokat tervezni. Tehát, hogy arra gondolunk, hogy Hollandia az biciklis ország, biciklis városok, de nem azok. Olyan városok, ahol nem kell messzire menni a boltba, nem kell messzire menni az iskolába, nem kell messzire menni moziba, kikapcsolódni a játszótér a gyerekekkel, ahová szoktunk menni, szeretünk menni. És ezekre a távolságokra már is sokkal kézenfekvőbb az, hogyha gyalog megyünk, ha kerékpárral megyünk, és nyilván ezt segítik is. Tehát a lakóterületekről, rakóterületekre nem engedik be az autóforgalmat, bent voltak, de kiszorították őket, nagyon komoly mozgalom indult a 70-es években a balesetek miatt pont. Egyszerűen ilyen érdekes kurokrendszereket csinálnak, hogy csak azok menjenek be egy lakóterületre, akik ott élnek és ismerik a környezetet, azt nagyon lelassítják a forgalmat, kiemelt kereszteződéseket építenek és próbálják az ilyen helyeken közelebb hozni egymáshoz a közlekedőket, nem elválasztani, szélesebb utakon elválasztják őket inkább. És ez az emberi lépés segít abban, hogy jó legyen ott is élni ezeken a helyeken, és akár anyuka viszi négy gyerekét, lehet, hogy valamelyik a szomszédét, viszi őket a suliba, ezt reggel csináltam ezt a fényképet télen egyébként, március elején, de elég téli idő volt. Két kisrác saját bingen, és két még kisebb, az egyik a hátsó, hát talán van ott egy gyerekülés, de lehet, hogy csak a csomagtartó, és a másik pedig a kormány mögé szerelt ilyen mini gyerekülésen láttartóval, a nagy kosár pedig arra jó, hogy nem látszik annyira talán messzire, de benne van egy táska. Lehet, hogy utána majd hazafele, amikor bevásárol, ide fogja a dobozba tenni a bevásárlását. Ez Magyarországon, hogyha kirakunk egy ilyen képet az internetre, tényleg olyan kommentözőt kapunk, hogy mindenki felháborodik. Életveszélyes, felelőtlen, lehetetlen, pedig a környezet lehetővé teszi, és semmi baj nem történik. Ez nyilván még odébb van Magyarországon is, Szentendrén is, de vannak lehetőségek rá. Hollandoknál nyilván kis távolságokra így oldják meg, nagy távolságokra viszont nagyon tudatosan próbálják az embereket a helyi MÁV-ra, vagy a helyi volánbuszra terelni, és beszéltünk vasútársasági vezetővel, aki azt mondta, hogy mióta sokkal több kerékpártárolót, akár zártat, akár nem zártat építenek a helyi vasútállomásokon, megnőtt a vasútársaság utasszáma és bevétele is. És hát ez hogy érik el? Nem parkolóházat építenek, hanem kerékpáros parkolóházat vagy mélygarást. Itt látszik talán talán pont holland kutatás, hogy ezen a ponton van a vasútállomás, ennyi távolságot lehet megtenni mondjuk nagyjából gyalog egy adott idő alatt, és ugyanannyi idő alatt kerékpárral sokkal messzebből oda tudunk érni, tehát az ingázást sokkal könnyebbé teszi. A felső kép a Szentendrén készült, nem tudom, ezek a dobozok megvannak még? Én nagyon meglepődtem, akkor pár éve láttam őket. Elmondottam őket a... Azon lepődtem meg a legjobban, hogy használja valaki, és nagyon tetszett neki egyébként. Én azt hittem, hogy ezek évek óta nem működnek. Hát most sajnos a korláthoz lakatolt kerékpárokat lehetett látni, de
Azt talán Hollandiában is ugye nagyon sok autópálya van, de azzal, hogy nagyon fejlesztik a tömegközlekedés elérését a hosszú távok megtételére, már meg tudják spórolni azt, hogy ilyen bonyolult csomópontokat építsenek, és mellesleg ő hazafele, hogyha ő holland lenne, de lehet, hogy Szentendrén is ezt csinálja, a helyi boltban fog bevásárolni, és nem megy ki arra a területű bevásárlóközpontra, ami ugye, mint láttuk akkor, mint Szentendrével, történelmi belvárosa. Hát nagyon sok tévhit van egyébként, amikor a kerékpározásról beszélünk, akkor nem szokták elhinni, hogy ez jó, ezt meg lehet csinálni, az én életemhez is beválhat, nyilván nagyon sok függ a környezettől is. Én azért hoztam egy pár példát arra, hogy mit lehet nyerni, ha valaki kerékpárral közlekedik, és azért higgyék el, a Budapesten akkor nőtt a legnagyobb volt a kerékpározás használata, amikor még nem nagyon voltak kerékpáros fejlesztések. De amikor emberek elkezdték használni, és elmondták egymásnak, hogy ez jó. A lakosság 84%-ának elérhető kerékpár, 70%-ának van is, ez a tavalyi felmérésünk, magyar felmérésről beszélünk, és hogy van egy 14%, aki kölcsön tud kérni, vagy van nagymamánál, vagy valahol. Ugye a kis helyen elfér, ez miért jó az egyén számára? Nem kell parkolóhelyet keresni, a Hollandiában egyébként már kell, tehát ott azért néha kicsit nehéz bringatárolót találni egy állomáson, de mondjuk a kertben sem muszáj építeni, vagy hogyha egy házat veszünk, vagy egy társasházat beköltözünk, akkor nem érhet a kérdés, a garázs probléma mondjuk. Ha nem szennyezi a levegőt, mindenkinek jó. Magyarországon ugye nagyon nagy probléma van a határérték túllépéséből, ami főleg ugye nyilván a fűtésből származik, de a közlekedés is nagyon sokat tesz hozzá. Nagyvárosokban és forgalmas utak mentén legalábbis biztos. A csendesnél visszautalnék arra, hogy milyen reklámokat láttunk, ugye amikor megvettük a lakást mondjuk Szentendrén, ami most épült. Hát a madárcsi csengésről volt szó, és nem arról, hogy dudálnak nekem az ablakomat, és arra kerek föl reggel. A napi testmozgást egy általában olyan 20 perc az, ami egy minimum kell, azt meg tudja adni a kerékpár. Én sajnos túl közel lakom a kerékpáros irodájához, de majd most haza fogok tekerni innen, és örülök, hogy a Szentendrei út 11-es mellett fogították a kerékpár utat, és legalább nem fog beleesni a Dunába, mint aki egy kicsit kiér menni. Nem állunk fel a tubóban, levezetjük a stresszt, és nem okozzuk a stresszt, és nyilván mindenkinek az ízlésétől függ, de én a városban egy nagyon egyszerű holland kerékpárt használok, mert azt mindenhol ott merem hagyni. Kicsit rozsdás is, de legalább a fenntartására nem költök többet két tank benzinnel egy évben. És van az a kérdés, ugye, hogy kiengednénk-e a gyerekünket az utcára. Hát attól függ, hogy milyen utcára. Hogyha ott sokan kerékpároznak, akkor lehet, hogy igen. Nyilván kell hozzá járda is, hogyha nagy a forgalom. Közösségi szinten ezek lefordítva, a könnyen elérhetőséget én onnan közelítem meg, vagy onnan szoktuk sokszor megközelíteni, hogy egy demokratikus közlekedési eszközről beszélünk, nem kell nagyon sok pénz ahhoz, hogy kerékpárt vásároljunk, vagy kerékpárt szerezzünk. Ahhoz, hogy kerékpárt vásároljunk, egyébként az állam még nem ad támogatást, míg mondjuk autókra föl lehet venni. Ez a kerékpárosok nagyon régóta szorgalmaz, hogy legyen valamilyen megoldás, a világon sok nyilván létezik. Közösségi szinten a kis helyen is elfért, azt úgy lehet talán lefordítani, hogy sok közterületet nyerhetünk vele. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy egy kerékpár parkoló, mondjuk, hogyha szűken rakjuk, akkor egy autó helyén olyan 8 biciklit le lehet rakni, hogyha kicsit több helyet hagyunk a támaszok között, akkor 6-ot. Ha ezt mondjuk megnézzük, hogy mennyi hely kell esetleg a Szentendrei évállomáson, ahhoz, hogy még több ember inkább évvel utazzon, majd ha jobb lesz a év, de még így is azért lehet használni, és ne a 11-esen álljon a dugóban, ahhoz érdemes lehet például kerékpártárolókat építeni, mert a parkolónak ugye a területe az adott, vagy az emeleteket építeni rá, vagy alá, az már nagyon drága lenne. Lakossági szinten ugye az ajátlom csökkentését szokták egészségügyi kárnak nevezni, és ez nagyon sok helyen ugye jelentkezik fel a forgalmas utak mentén. Gazdasági szempontból az én napi testmozgásom, amit a kerékpározás ad, az azt jelenti, hogy nem vagyok annyit beteg, tehát többet tudok dolgozni. És ez valószínűleg jobban megéri, és hogyha nem a rendelőintézetben álló sorba, akkor valószínűleg egy boltban fog sorba állni helyette. Tehát inkább költöm a pénzt, mint hiszem. A csúcsforgalom kerékpárral is megvan. Voltam olyan városban, Hollandiában, amelyiket a legkerékpárosabb városnak mondják, ott olyan 60% körülbelül a napi használók aránya, de
De én olyan csöndben még nem voltam reggel 7 és 8 között egy forgalmas út mentén, amikor ott 30-40-en átjönnek egy ilyen zöld hullámon keresztül. És hát egy olyan hely, ahol jól érzik magukat az emberek, nem stresszelnek mondjuk közlekedés közben, hanem mozognak, vagy esetleg még kicsit szórakozásnak is foghatják föl. Ott azért a lakosságnak is a jó itt élni érzése az növekszik, és szerintem ez egy önkormányzatban nem egy utolsó szempont. A helyi gazdaságról ugye beszéltünk, vannak számítások arra, hogy több időt töltenek a megújuló közteleken az emberek ott, ahol inkább a gyaloglás és a kerékpározás van előtérbe helyezve, ott többet vásárolnak, lehet, hogy nem egyszerre mennek el egy óriási nagy bevásárlásra Budakeszire az Osamba, hanem lehet, hogy többször fognak elmenni. Hogyha a tejföld él, ami elfogy főzés közben nem kell autóba ülni, akkor lehet, hogy többször ugranak például a helyi boltba az emberek. És hát ugye a nagy utaknál szokott az lenni, hogy ketté vágja a város részeket. Hát hogyha erre nincsen szükség, akkor az inkább létrehozza a közösségi tereket. Nagyon sok helyen kiszámolják egyébként Dániában, Londonban, Amerikában, és azt a grafikon azért hoztam pont ezt, mert jól odafér, de ez egy kanadai, vancouveri várostervező, várospolitikusnak a Twitteréről származik, azt mutatják a kis számok, nem biztos, hogy látszik, 1 kilométer meg kell tud, így az összes egészségi, gazdasági szempontot összeszámolva, 26 centet hoz a társadalomnak, mondjuk az autózás az 89 cent kiadást jelent, nyilván nagyon sokat kell költeni utak fenntartására, a házak felújítására, egészségügyre, stb. Ez a Transport for London adott ki idén egy tanulmányt arról, hogy összeszámolták, hogy az olyan helyeken, ahol a gyalogos kerékpáros tömegközlekedés forgalmát segítették, ott milyen hatások jöttek létre. Ezt nem mi találtuk ki, ez a londoni tömegközlekedési társaság 30%-kal növelik a helyi kiskereskedelmi forgalmat, a biciklizhetődés évelobát tett helyi ilyen városrészközponti főutat. Itt van, hogy azok az emberek, akik kerékpároznak vagy gyalogolnak, többször látogatnak el a kerület központjába, kocsival 8 látogatást tesznek átlagosan egy hónap alatt, biciklivel 12, gyalog 16-ot. Ez nyilván a helyi boltosoknak igazából jó, az szokott mindig lenni a kérdés, hogy hát ha nem tudnak megállni a bolton előtt, akkor nem fognak bejönni vásárolni. Tehát annyi parkolóhelyet nem tudnak átni, hogy bolt elé építeni, azzal tudok vele szívosan nál, de azt a területet más is használni. Ugye a kerékpáros tárolóknak a beruházása sokkal egyszerűbb, kisebb helyet igényel és kisebb beruházás, és a gyalog közlekedők fő útban 40%-kal többet töltenek azoknál, mint akik autóval hajlanak át rajta. Hát nyilván ugye itt az átmenő forgalmat tapasztaljuk Szentendrén, ők nem igazán térnek be a helyi boltokba. És hogy lehet Szentendrén kerékpározni? A Bike Citizen nevű applikációnak van egy nagyon jó tervezője, le lehet rakni egy pöttyöt egy városban, és kiszámolja, dobozatot is figyelembe véve, hogy adott idő alatt, adott bicikli típussal és kerékpározási stílussal mennyi, hova jutunk el. Én azt jelöltem, hogy innen, ahol most vagyunk, 15 perc alatt egy városi kerékpárral, nem is gyors, nem is lassú, ilyen közepes tempóval, hova lehetne elérni. Itt azt mondja, hogy ez Budakarász határa, Ízbék határa és egészen Leányforúra föl lehet tekerni Budapart, hogy nyilván lakosabb részek előnyben. És itt még le az Európáló mentén is eljutunk valamelyik, ahol majd fejleszteni fogják. Tehát gyakorlatilag azért Szentendre nagy része, negyed óra alatt kényelmesen a elvek bejárható kerékpárral, de hogyha mondjuk hegyi kerékpárral használunk, vagy országút, akkor lehet, hogy könnyebben. Egy Szentendre hőtérképe nem tudom mennyire látszik, ez is a Bringázó munkába kampányból származó adat, amit mértek az emberek. A legkerékpárosabb útvonal az jelenleg a Dunapart menti Euróbeló. Ez nagyon jól látszik itt. Ezek munkába kerékpározó emberek. Itt talán a 11-es útvonalát lehet még látni. Minél följebb megyünk, annál halványabb, és a Bükkös patak mentén látszik egy erősebb. De hát látszik ugye az élményfaktor, az a Dunaparton a legerősebb, tehát ott használják a legtöbben. A kerékpárjukat is már megjelent a Pomázi út, ami
valószínűleg most a kerékpárút építésével majd népszerűsödni fog. De mi ez a kerékpározás? Ugye beszéltem kicsit tévhitekről, tehát ez most közlekedés, szabadidő vagy turizmus. Általában mindig egyet szoktunk kiemelni ebből, és megpróbáljuk azt általánosítani az összes igényre. De egyébként egyik sem, meg mindegyik is. Tehát amikor azt mondják, hogy hát a városban nem való a kerékpár, menjek ki vele az erdőbe, akkor ez általában nyilván egy tévedés, hiszen használható. Csak egy kicsit más igények vannak. Tehát más igénye van annak a lánynak, aki a szoknyában, nem tudom, gondolom a munkahelyéről teker valahova, és mellette a sportosabb fiatal férfinek, aki valószínűleg nem 5 kilométert megy egyszerre, hanem 20-at. És más helyeken fognak közlekedni, más dolgokat fognak útközben csinálni. Viszont mindezeket ki tudjuk elégetíteni akkor, hogyha alapvető szempontokat figyelembe veszünk. Ez egyik az A-ból B-be legrövidebb úton szokott lenni, és amikor kitesznek egy tiltó táblát, akkor sosem értik, hogy de hát miért megy mégis ott? Hát azért, mert az a legrövidebb, és olyan a kerékpáros forgalom, mint a víz. Arra megy, amelyre legkönnyebben tud. Ezeket nem csak a kerékpározásra alkalmazkodott gyalogos közlekedésre, és az olyan, mint a gáz, kitölti a teret. Nagyon fontos, hogy a mindennapi úti célokat meg tudjuk közelíteni. Az előző hőtérképen a Dunapart volt a legerősebb, de nem biztos, hogy Szentendrén a Dunaparton vannak a mindennapi úti célok. Lehet, hogy azok a dolgok, vagy azok a helyek, ahol el akarunk jutni a hétköznapokban kerékpárral, azok azokon a részeken vannak, ahol valamiért most még kevesebben kerékpároznak. Van egy élményfaktor is, amiért egyébként sokan hajlandóak kerülőt tenni. Ez ugye nyilván a környezet, az útminőség és a biztonságérzet, és a felmérésekből az látszik a leginkább, hogy az embereknek az autóforgalom az, ami a legnagyobb visszatartó erőt jelenti a kerékpározásból. Csak itt eljutottunk oda, hogy amit nagyon sokszor kiszoktunk vetíteni konferenciákon, van két érvényes szabály Magyarországon, az egyik nincs annyira még beépítve a minapokat, de már elfogadtuk, ez a bécsi egyezmény, ami kimondja a gyengébb közlekedők védelmét. Ezt a KRESZ változtatásban javasolta a kerékpáros úgy is, hogy kerüljön be egyértelműbe. És a másik pedig a 88. évi 1-es törvény a közúti közlekedésről, 8. paragrafus, a közutak tervezése, fejlesztése során úgy kell eljárni, hogy a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi a közúton közlekedni jogosult számára biztosítottak legyenek. És a hangsúly a valamennyi van, nem húztam alá, de feltehetjük a kérdést, mondjuk itt a 11-es út és a Római Sánc köz sarkán ez a valamennyi mennyire valósult meg. Ugye egy városi, belvárosi útszakaszról beszélünk, de hát meg lehet feleltenni a kérdés, hogy hol van a helye itt a kerékpározónak. Most ugye legalább lehet itt menni, és jelölték is, de azért még mindig felvett kérdéseket ez a dolog. De hogy hol van annak a kerékpározónak a helye, mondjuk a hívállomásra tart, vagy annak, aki át akar menni, mert éppen felmegy azt a raboda felé, vagy Visegrádra teker. Ugye másmilyen kerékpározásról beszélünk. Vagy a gyalog közlekedők számára. Míg mondjuk ugye a motorizált közlekedésnek itt van egy ekkora terület, leginkább az egyenes és a kanyarodó forgalomnak, de még már lett egy újabb kanyarodó forgalomnak egy hely, ami kikerülheti az itt álló út, és akkor még egy ilyen puffer zóna mindegyik között. Viszont mi történik akkor, amikor a néni jönne haza mondjuk, a gyerekkel a suliból, ami itt van egy sarokra lejjebb, és nem működik a jelzőlámpa. Akkor ő hogy fog eljutni az út egyik oldalára a másikra? Teljesült el 88. törvény. És akkor mindig fel szokott merülni, hogy jó, építsünk kerékpárutat. Azt szoktuk ilyenkor mondani, mindig a tapasztalatok azt mondják, meg a nemzetközi minta is, hogy nem ez a legegyszerűbb megoldás, ennél egy kicsit bonyolultabb a dolog, de az első, ami bele kell fogni, az általában a forgalom csillapítása. Tehát ugye láttuk, hogy az autós közlekedésnek a helyigénye, a balesetveszély, zaj és stb. Miatt, azt nagyon jó, hogy tudjuk annak a forgalmát csillapítani, és valami mást nyújtani helyette. Fel szokott merülni az a kérdés, hogy hova megy az a forgalom, amit kitiltunk, vagy lezárunk. De általában átalakul. Tehát most egy pár hete nyáron volt egy nagyon jó példa, végigment a sajtón, hogy Budapesten a Margit körúton útlezárás volt, csöveket fektettek, óriási dugó. A Szent István körúton, a Margit hídon meghalt a belváros. Következő nap reggel 8-kor, amikor a fotók készültek és fölkerültek az Origótól az Indexig, tényleg az összes internetes oldalra, reggel 8-kor másnap senki nem volt sehol. Átültek a villamosra valószínűleg, vagy metróban mentek.
nyilván csökkentik el a sebességet is, erről ki fogunk térni majd, hogy miért. Bele kell nyúlni a konfliktuspontokba. Budapesten nagyon sok fejlesztés volt, a fő hibájuk, amit nem érdemes elkövetni, hogy pont például a kereszteződéseket nem kezelték, hanem az egyenes helyeken felfestették a kerékpársorokat, utána a járni osztályozóban mindenki oldja meg maga, ahogy tudja. Sokan emiatt pont azokon a helyeken mennek fel a járdára, okozva konfliktus a gyalogosokkal. És ilyenkor szokott következni az útpálya újrafelosztása. Ha csökkentettük a forgalmat, akkor lehet, hogy lesz hely kerékpársávnak. Olyan városokban, ahol ugye elkerülő út épül, nem mindig történik ez meg a belső területeken, pedig ott lenne rá lehetőség. És önálló kerékpárút építését, vagy a járda átminősítését gyalogkerékpárúttá belső területeken nem szoktuk javasolni, csak akkor, hogy felül semmi más lehetőség nincsen. Egyszerűen azért, mert a sok kapukiálló, az utcasarkok olyan konfliktuspontot jelentenek, ahol sokszorozott a baleset veszélye. Természetesen két település között ez már máshogy néz ki. Miért beszéltem a sebesség csökkentésről? Ez az alagút látótér, vagy alagútszerű látótér jelensége, vagy én így próbálom nevezni, még nem találtam meg rá jó szót, ez egy kicsit dözögös volt, de minél gyorsabban megyünk, ugye nyilván annál kevesebbet látunk, mert annál messzebbre fókuszálunk, és ahogy lassul a forgalmunk, de ez igazából futáskor is így van, vagy kerékpározáskor is így van, gyorsan kerékpározva is jellemző, annál nagyobb területet látunk be, annál több veszélyforrást tudunk esetleg azonosítani, mondjuk a lelépő gyalogost az útról, hogyha 30-al megyünk. És ugyanez lefordítva baleset veszélyre. 30 km per óránál halálos baleset esélye egy a 10-hez, vagy 10%-a, 50-nél már a fele, 60 km per óránál pedig valószínűleg, hogy a néni, aki a gyerekével jön haza, amikor nem égnek a jelzőlámpák a 11-esen a zebránál, a római sánc köznél, hát ők elég nagy veszélyben vannak, ugye, mert magas a sebesség határ, és egyébként az út is azt mondja, hogy itt tudsz hajtani. És hát sokan hajtanak is. Amikor arról beszélünk, hogy egy kerékpározható várost szeretnénk létrehozni, vagy egy gyalogos barát várost szeretnénk létrehozni, akkor általában azt a kérdést szoktuk feltenni, hogy milyen várost képzelünk el 2030-ra. Nem azt, hogy hova kerüljön a kerékpárút, nem azt, hogy hol legyen kerékpársáv, hol legyen zebra. Nagyon jól fel tudják mérni a hálózati tervek, a fenntartható városi mobilitási tervek, én nem is szeretnék most kitérni. Nyilván ilyenkor érdemes számot vetni a területhasználati építési szabályozásunkkal, hogy ez vajon ezt a víziót mennyire segíti. És hogyha már belefogtunk, akkor utána jön a nehezebb. Tehát utána jön az, hogy el kell osztatni a tévhiteket, meg kell esetleg győzni a lakosságot arról, hogy jó lesz itt kerékpárral közlekedni, vagy ha te nem is fogsz itt kerékpárral közlekedni, mi mindig jobb az, hogy itt tudnak mondjuk ezen az adott úton, az adott széles úton kerékpárral közlekedni, mint hogyha a járdán mennének. De az előnyöket el kell mondani, és az a szerencse a felmérésünkből is az derül ki, hogy a magyar lakosság nyitott a kerékpározásra, csak még nem érzi úgy a helyét az utakon, hogy az neki kényelmes lenne. Hogy a közösségi tervezési, vagy bármilyen bevonási szintű lakossági bevonást tesz egy önkormányzat, akkor nagyon sok jó információt tud meg a lakosoktól, nagyon sok problémára világítanak rá, nem nekik kell kitalálni. El tudja mondani azokat a lépéseket, amiket mondjuk egy ilyen vízióban elképzelt, hogy miért szükséges, és utána nyilván, hogy ezt meg is tette, akkor viszont azt be is kell mutatni, népszerűsíteni is kell. Budapesten 160 utcát nyitottak meg a kerékpározásnak pár éven belül két irányban, ilyen korábban autóval egyirányú utcákat, és hát tényleg ami pánik kialakult, meg amilyen félrevezetés kialakult, az a kapcsolat, hogy most mindenhol be lehet menni, meg ez balesetveszélyes. Ez elkerülhető lett volna, hogyha ezt elmagyarázzák. Hogyha bedobálják azokban az utcákban a postrádákban, hogy itt most ez van, így kell közlekedni, így használ, a másik utcában, ahol nincs kitérve a távol, ne menj be. Egyébként nem történt nagyon baleset ezekben, az a másik része szerencsére, de a pánik részét elkerülhettük volna. És nyilván oktatni kell, tehát a többség ugye nem kerékpározik a gyakorlatban, mindennapokban, őket meg kell tanítani, gyerekeknél érdemes időben elkezdeni, szerencsére elindult az iskolai oktatásban egy olyan tananyag került be negyedik-ötödikesek számára, amelyik egész jól megtanulja ezeket a lépéseket, de hát a felnőttekre is oda kell figyelni azért. Majd a gyerekek megtanítják a papát és a mamát. Úgyhogy összefoglalásként kicsit hosszú voltam, olyan városokért dolgozik a kerékpáros klub, ahol jó élni,
ezt mi a kerékpározáson keresztül gondoljuk elérni, és hogyha olyan környezetet tudunk létrehozni, ahol a legkisebb is és a legidősebb is biztonságosan, tehát a leggyengébbek tudnak együtt járni, biciklivel, esetleg ha még nem tetszik, de majd rájönnek és megérzik, hogy ez miért jó, akkor valószínűleg jó irányba haladunk. Tehát hogyha meglátjuk majd a városban, elkezdjük figyelni, most néztem az utcasarkon, fél órával hamarabb jöttem, vagy egy órával majdnem, csak férfiakat láttam felfele tekerni itt az utcán, ha nők is lesznek köztük, akkor az már biztos, hogy egy jó jel. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm a figyelmet, és majd, ha további vita vagy kérdés van, akkor itt vagyunk. Köszönöm szépen. Csaba?